Szerényi Szabolcs Séta A tükör előtt átsorgott. Hosszasan vizsgálta magát. Tekintete percekig fürkészte saját arcvonásait. Mintha meg akarna tudni valamit magáról, amiről addig sejtelmesen volt. Kis idő múlva hátra nyúlt. Kést vett elő. Majd különféle irányokból a csuklójához érintette. Először úgy, hogy az éle a kezére merüllegesen álljon majd az erekkel párhuzamosan tartotta hozzá. Egy vékony sávban elfelejtette összehúzni a sötétítőt. A behulló fény megcsillant a pengén. Rövid ideig szórakozott ezzel, majd a polcon heverő könyvre tette. zsákot hozott az előszobából, a szőnyegre borította. Kopott, piszkos kacatok, nadrágok, pulóverek, cipők potyogtak ki mintha egy csapat hajléktalan ruháit gyűjtötték volna be. A szekrény sor tetején italok sorakoztak, főleg viszki és rum, márkásabb darabok, Csivasz regál, Grants és Diktador. Csak a szélén állt egy-két hazai pálinkás palack. Leemelt egy kezére üveget. Alma pálinka volt benne. Meghúzta. A maradékot a rongyokra locsolta. Mire kilépett a lépcsőházba, egy még elfogadható állapotban lévő, negyven alatti, az utcán csak pár hónapja élő hajléktalan benyomását keltette. A piaszagú ruhák már hozták a figurát, de indulás előtt azért az arcát is bekormozta, pár egy gyufával. Nem kontúros foltokat rajzolt, épp csak annyira kente össze magát, hogy masszatos legyen. Kinyílt a bejárati ajtó. Hűvös fuvallat indult felfelé. A lépcsőfordulóban húzódott elsőként Fintor az arcára. Addig szinte nem érzett fájdalmat. Lenézett a kezeire, és mintha meglepte volna a látvány. Nem a tényen, sokkal inkább a hogyanon döbbent meg, mint egy ráébredve a biológia szótlan igazságára. Ahogy testmozgás hatására, a vér hirtelen jobban meglódult, kissé felgyűlem lett a tenyerében, mielőtt az ujjai között lecsorgott volna a lépcsőfokokra. Felcsigázta a maga mögött vérnyomot hagyó, sebzett vadérzés. Lépteit megszaporázta. Lendületből tárta ki a bejárati ajtót. A villamos megálló felé tartott ám az újságos búdé kirakata előtt megtorpant. Ki volt téve az angol Design Week magazin aktuális lapszáma, melyben az ő portréja is szerepelt, mint Kelet-Európa egyik tehetséges grafikusa. Némi tétovázás után közelebb lépett. Az újságárus unotta emelte fel a tekintetét. Egy Design week kérek, mondta az újságra mutatva ahogy a keze a pult fölé emelkedett. Vére rácsöpögött a kirakott lapokra. Az eladó közönös arc kifejezése hirtelen döbben tundorrá változott. A kurva életbe, ordította. Nem takarodsz innen, összevérzel nekem mindent. Csak egy dizájn kérek, ismételte nyugodt hangon. Pillanatnyi csend állt be. Ha nem ad újságot, tényleg mindent összevérzek. Éces vagyok. Hirtelen támadt az ötlet, de tetszett neki. Az eladó megkörülve állt, majd lassan, szemét egy pillanatra lenemvéve róla, oldalra nyúlt, és kivette a rekeszből a magazint. Nem sokan álltak a villamos megállóban. Behúzódott a födém alá. A rongyos pasztelvászon kabát ujja már sötétvörösre itta magát vérrel. A levegő hűvös volt. Csípős szellő simogatta a csuklóját. A nedvesség a folyamatosan szivárgó vér miatt még hidegebbnek érzett mindent. Két-három lépésnyire egy nő átsorgott a kutyájával. Az állat észrevette a lába mellett gyülemlő apró tócsát, s nyalogatni kezdte a lecsöpögő vért. Gazdája a szokatlan látványtól szinte megrökönyödve kiabált rá. Tetszett neki a nő viszolygása. Ismét elsütötte az előbbi poént. Nyugodt, kimért hangon, aggódón a kutyára tekintve. Van egy kis gond. Hív pozitív vagyok. A nő egy pillanatra lemerevedett, majd elrántotta az ebet, és tova viharzott a megállóból. Mire a boráros téren leszállt, már egyáltalán nem érdekelte a megrökönyödött utasok arca. Ahogy a körülötte ülők döbbenten felugráltak az ülésről, a dermet csönd, mikor észrevették a lassan gyülemlő vérfoltot. Mind a hatvanas néni, mind a huszonéves BME-hallgató lány döbbenete hidegen hagyta, pedig utóbbi kifejezetten az esete volt. Lett volna normál esetben. De ebből is egészen biztosan tudta, hogy ez most nem a normál eset, és épp azt teszi, amit tennie kell. Ereje közben kezdte lassan elhagyni. Egyre intenzívebben érezte, hogy ez már túlmutatott az erek a bőrön lecsorgó vér langy melegén, a fizikai gyengeségen, az erőtlenné válás kérlelhetetlen folyamatán. Ebben benne volt már a tudat is, hogy hamarosan meg fog halni. De még nem ott és nem úgy, ahogyan elképzelte. Mélyeket lélegzett. Még a körúti smog is jól esett a villamos telített atmoszférája után. Lassú lépésekkel haladt. A vér egyre ritkuló cseppekben jelezte útját, s egy addig ismeretlen, mély, tompa fáradtság nehezedett a testére. A híd első harmadáig jutott. Kevés előtte megszédült. Ekkor még sikerült megkapaszkodnia. Neki támaszkodott a korlátnak. Kifejezéstelen tekintettel utoljára megszemlélte a várost. Ha látott még valamit, az a Gellért hegy lehetett. Egy hatalmas uszáj mely épp a szabadság alatt haladt át, pontosan ott, ahol katával utoljára ültek azon a nyári estén, amikor a lány elmondta hogy ő már nagyon szeretne gyereket. Mire neki nem volt semmi értelmes válasza a megfontolt hallgatáson kívül. És végül az lett az utolsó közös estéjük. Villámsebesen pörgött át fejében az utána következő két hét, hogy egy boldogtalan nő lelke milyen gyorsan tud nagyon undokká és mérgezővé válni. Bevillant a pillanat, amikor Kata rácsapta az ajtót, és azt mondta neki, hogy az sem érdekli, hogyha megdöglik. Aztán eszébe jutott az utolsó csetelése Balázsjal. Neki is annyiszor kipanaszkodta magát, annyiszor fárasztotta már azzal, hogy ő Kata nélkül nem tud és nem is akar élni, inkább kimegy a híd közepére és leugrik a picsába. Mint mindent, Balázs ezt is kette még te is, hogy ennél azért többet néz ki belőle, hogy egy ilyen kreatív ember, a legtehetségesebb fiatal magyar grafikus ennyire módot válaszol a bekrepálásra.